Pipa, Cica, Krisztián. Pipa, Cica, Pipa, Cica, Pipa, ez csak neked Csáli. Cica, Pipa, Cica, hajrá Charles, de úgyse Cicázó. Ah, no. Szevasztok, Hello! Hello! Sziasztok. Sziasztok! Mi a tényállás? Uh. Mondom, én... mondom, hogy mi a tényállás. Mesítem. Hét végén messzelő. Nem, ez hülyeség, már nem meszelünk. Teddy hengerre gurítunk. Egy egész családi házat. Két réteg. Hát a Úgy, két réteg hogy, az minimum. Hogy mondod? Hát két réteg az minimum ildomos, igen. Teddy hengerrel gurítatok, az olyan, mint amikor Amerikába papírozzák a házakat? Hát az nem tudom milyen, de, de hogy mindenem is fáj. Tehát olyan, iz, olyan izmaim fájnak, amiről eddig nem tudtam, hogy létezik és mi csak egy réteget kentünk föl, mennyezet oda a fal, tehát és még akkor a külső homlokzat ilyen dörzsölésről nem is beszéltem. Úgyhogy ja, vannak ilyen kis etapjaink. Ez nagyon száraz fárasztónak hangzik, Fifika. Hát már amikor ránéztél a falra, már akkor elfáradtál. Úgyhogy de jó egyébként így baromi sokat festettünk itthon is, tehát soha nem hívtunk festőt, na erre akartam kiukadni. Illetve volt egy festő cimborám, aki azóta az osztrák tartományokat festegeti baromi jó pénzért, és ő egyszer megmutatta, hogy akkor ezt hogy is kell gurítani, meg milyen festéket kell használni, meg milyen állagút, meg salala, salala. És én azóta itthon, ha festünk, egy, egy, egy színes réteggel bármilyen színre átfestek bármilyen szint. Úgyhogy reménykedtem benne, hogy egy réteg elég lesz, de hát ez szűz gipszkarton, és ráadásul rózsaszín. Ez a tűzálló kivitel, vagy nem tudom mi. Úgyhogy ez sajnos kétszer, kétszer kell, kell gurítani, Úgyhogy rohadt túnom már, de <kül> hát tudod, az ember mindent megtesz a gyermekeiért. Úgyhogy ne, nálam, nálam ennyi volt a, a baromi nagy etap. Ilyen nem nálam is volt egyébként. Eszembe jutott, hogy ha ezt mondod, hogy mindent egy, <kül> egy réteggel letolsz, akkor vártalak volna szeretettel mindegy két éve, amikor a roppant szimpatikus narancssárgát kellett a festőnek lefednie valamilyen ilyen gyöngyház, homok, valamilyen világosabb színnel, úgyhogy szegénykém azért megszenvedett vele, és azt hiszem három réteget kellett föltolni a komplett lakásra, úgyhogy azt nem, nem irigyeltem szegénykét, egy hétig el szórakoztak itt illetve én is kivettem a festés challenge-ből a részemet, bár egy kisebb tárgyal játszottam. Vettünk ezt, most van ez a nagyon divatos ilyen levendula, meg mit tudom is én milyen színű, olyas, mint a tábla kréta, de mégsem olyan matt a festék, és ilyen nagyon dizájnos vintage hatást lehet elérni vele. Pastel színű. Hát, igen, majdnem de tulajdonképp nem is a szín a lényeg, hanem volt egy régi ikeás asztal, egy ilyen tojás alakú, ami tök jó volt az asszonynak, de megkopott, vet, vegyünk másikat, és ami jó, az, az mindig megszüntetik. Nincsen tojás alakú, volt régen vese alakú, vagy ez a bab, olyan sincs. Szögletes. Azt egyszerű vágni, szögletes. Mindegy, vettünk egy asztallapot, és az, az így nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy akkor jött az a pillanat, hogy meg kéne csinálni ezt a régi asztalt, jó, akkor lecsiszolom, vettem tudományosan papírt, anyám kinyit, aztán jöttem rá, hogy itthon van a csiszológép, ez a rezgő csiszoló, úgyhogy Jaja. azt előkaptam, azzal pénteken letúrtam, aztán kigletteltem, kiavítgattam a sérüléseket, és utána szombat meg a festésről szólt, illetve a vasárnap is, mert hát én meg tudod, én is hengereztem, vékony plüshengerrel, és hát azért egy háromszor át kellett kenni a dolgot, hogy szépen eltűnjenek, mert voltak egy kis kitüremkedések, az ugye már az asztal pozdorja szín volt, fölötte még volt az eredeti festékszín, és hogy a kettő az eltűnjen, azért kellett egy három-négy réteg, de jó lett, azt kell, hogy mondjam, vagy mondjam azt, hogy ebben is jó vagyok? Nem tudom. Jó volt. Ez ilyen relaxációs gyakorlatnak, tudod? Oda-vissza, oda-vissza, vársz négy órát. Jó a henger, Charlie. maradjunk ennyiben. Aki kitalálta ezt a hengert ezekre a szintetikus festékekre, az nem volt hülye gyerek. Tehát tényleg nagyon szépen lehet vele. Mondjuk az ecsethez képest. Hát még egy dolgot nem azt próbáltam ki, de azt, azt is szerettem volna kipróbálni. Ezzel a tudod, mint a festők az a szórópisztollyal fújva egy szobát kifesteni, mondjuk, mert a, amikor csináltuk a green screen-t a haveromnak a garázsába, ott is két teddy henger, és szépen toltuk végig a falat, de hát ott figyelni kellett, hogy, hogy ne legyenek foltok, ne legyen átfedés, egyenletes legyen, úgyhogy ott is ott is hengerezgettünk egy jót, de mondom, tehát így kikapcsolod az agyad, és csak gépjesen tolod fölle, fölle Jó pofa. Van Azért itt... egy rugóra jár az agyunk, mert uh, én mikor megláttam, hogy mennyit kell festeni, akkor egyből ez jutott eszembe, hogy ó, bazeged a pisztolyként. Minden fehérre. Puskát és... kellett volna hozni. Puskát kellett volna hozni, igen. És akkor szétnéztem a neten, hát egy ilyen 8 literes uh, uh, 10 méter kábel és akkor 8 liter festéket tudsz a, az ilyen gurulós vödörbe beleaplikálni, tudod lezárod a tetejét, és akkor szórhatod vele a falat, plusz, az olyan 45 ezer forint, plusz ugye kell hozzá egy kurva jó kompresszor. Tehát, na, de hát. már bánom, hogy nem, nem ezzel kezdtük, mert, mert sokkal frankóban haladt volna. Az az, az igazság, egész. hogy én a. Én a hát mindig jönnek a reklám újságok, és most pont a Lidl-ben van már megint ilyen pneumatikus, tematikus hét, és a kompresszortól a, a levegő kulcsig minden van, amit hozzá lehet fittinget. Mindig, mindig gondolkozom, de aztán, én, á, mondom, 40 ezer forint, nem. Nem, tehát arra, amire nekem kéne, hogy kifújatni a, a locsolófejeket, meg, mit tudom is hát én. Hát arra egy ilyen 8000 forintos is bőven elég. Ja. És te, Krisztián? Hú, kérlek szépen. Hú, ez de fogja a... szeretni majd a kompresszor. A... A legérdekesebb talán az az, hogy megjöttek a hírek kollégámról, hogy covidos -e vagy sem. Ó, olvastam. És nem covidos, úgyhogy nem Isten. kell nem tesztelni. Se ő, se a felesége nem covidosak, úgyhogy ezt ezt a varázsgombát úgy mond Fifika. Aggódtunk, aggódtunk. Sikerült kikerülni. A, 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 másik, hogy végre valahára sikerült elvinni a kettes számú cicánkat ivartalanítatni, és túlesett a műtéten, most itt lábadozik. Ő, ugye az volt vele, hogy a, az altatásban leállt a légzése annak idején, és egyfelől eltartott egy darabig, mire ezt a sokkot földolgoztuk, meg az állatorvos egyetemre kell vinni úgynevezett inhalációs narkózisra, azt mondta az állatorvos. Most végre eljutottunk odáig, hogy akkor ezen túlestünk, hogy most már imbartalan a kettes számú cicánk alias Matahari. <síl> és... Matahari! <síl> Matahari. Hihetetlen. Igen. Egy. egy csupa fekete kis gyilkos kém és a másik, amitől el fogsz alélni, Charlie, nem hiszed el, hogy mi nyomtatódik éppen, nem hiszed el, hogy mi. Nem akartam mondani, meg nem akartam beposztolni alá, de hogy fejben ott voltam, hogy én vagyok a harmadik a sorban, és láttam kettő terméket az asztalodon, nem tudom, hogy ganésa vagy, vagy valami, valami isten volt sok karral, a másik... Siva volt. Síva, igen. igen. A másik pedig nem tudom mi volt, de ő pedig valami szuperhősnek tűnt. És akkor egy nagyon bonyolult matematikai feladvány... Hellboy. Hellboy volt. ki tényleg a Hellboy volt. Szóval egy bonyolult matematikai feladványjal a 3-2-t levezettem. Kellett hozzá papírceruza. Aztán leellenőriztem számológépen, és kijött, hogy egy. Tehát ö... <körködik> egész úgy érzem magam, ha most valami halk nyomtatódna. Bizony, bizony, készül. készül a halk, halkan, készül a halk. Hát ez nagyon mert... sír lesz. Kriszt. Igen. Ja, mondjad, mondjad. Nem, mondtad, hogy mondtad, mert hogy... hogy. Ja, mert hogy egy kicsit elszaladt velem a ló, és a hétvégén minden nap bementem nyomtatni. Mert azért egy ilyen tizen pár órát elnyomtatnak ezek a jószágok, és hogy ne kelljen napokat várni azért így bementem, elindítottam másnap, bementem érte, elindítottam a következő nyomtatást, így, hogy így jött ki a Deadpool melszobor, szobor, meg a, meg a Hellboy, meg, meg Siva, és aztán most akkor törög a hálkod. Azt néztem azt a Deadpool-t, az baromi jól nézett ki az a melszobor. szobor. Eszépen, és nem hinnéd el, ingyenes modell. Um... Ilyen minőségű modelleket pénzért szoktak árulni, és így kitette az alkotója, hogy tessék, vigyétek. Erről jut eszembe, hogy nem tudom, azt láttad-e az üzenő falamon, hogy valaki föltette szellemi vezetőnket a marketplace-re ja, 3D, azt 3D, me, 3D nyomtatva, tettem, és hogy meg is vette a haverom. Úgyhogy a, 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 az volt a story, hogy megy négyre, vagy mikor a park igen, 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 igen. Az jutott még eszembe a nyomtatásodról, hogy kizökkentett a gondolatmenetből. Itt valakinek szól a szirénája, vagy a ház riasztója, nem tudom. Szóval, hogy eszembe jutott neked a kis erbrasod, mert hogy annyi volt még a challenge hogy felét mentem Fifika, és annyira el volt már vásva, jó így, annyira elvásott már jó. a kormány bőr a kocsiban, hogy úgy döntöttem, hogy 15 évente azért megérdemlem, hogy lemenjek Kecskemétre a kormány és ö, ismét. Hát Pestre is mehetne az ember, de ez nálam egy ilyen, egy ilyen challenge, hogy oda megyek mindig, és ö, tökre meg vagyok vele elégedve. Nagyon szépen megcsinálta, borzasztó 15 ezer forintot kért érte, és a váltószoknyát is megcsinálta volna, csak hát mivel ez japán autó, ezért az egész kardán alagutat meg kellett volna bontani, mert alulról rögzítik a jappók. De nem is ez a, az én problémám, hanem én már úgy vettem, hogy ahol a bőr meg a váltógomb találkozik, ott van egy fémgyűrű. És nem tudom elképzelni, hogy az az oldal hogyan, de körülbelül az egyharmada a fényezett fekete festék az lepattogott és hogy itt jöttél te a képbe, hogy megtudjuk e azt valahogy oldani, hogy a kis airbrushoddal azt, ha faszán körbe maszkoljuk, akkor így lefújod, lefényezed. Ö, nem tudom. Lehet. Én alapvetően akrilfestéket használok, az erre nem annyira való. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen típusú festékkel kell csinálni, meg kell nézni, hogyha eszi az airbrush, akkor persze, simán. Illetve, hogy arra van-e valami ötletet, hogy a, a váltógomnak a teteje az ugye oldalt bőr, a teteje üveg vagy valami műanyag, az az átlátszó, hogy alatta van egy, kettő, három, négy, öt, hat, és körben van egy gyűrű, ami le volt krómozva. És én mindenhol kerestem krómozó műhelyeket, akik természetesen a, a kipufogó mérettől fölfele nagyon szívesen foglalkoznak az eszközökkel, de egy ilyen kis négy centi átmérőjű valamivel nem, hogy erre van-e ötlet, vagy ilyen króm hatású festék, amit műanyagra föl lehetne vinni. Nincs ötletem, de akár felgáltathatsz is magadnak egy új gyűrűt. Nem. Megvan, hogy mit fog csináltatni. 3D nyomtattatok veled egy, egy Deadpool. Nem, egy Deadpool fejet, és az lesz a váltógom. Ez nagyon zseniális. Imád. Ez cool. Ezt nem hiszem Sima. el, hogy szól a szín. Van is Deadpool, kinyomtatjuk, cső. Hát ez, ez óriási. Hú, hallod, ilyen honda senkinek nem lenne. Vagy mondjuk a te arcodat, vagy fifik a fejét, nem tudom még. Valaki. Vagy a vezér. Vagy, vagy, csak egy között. szimpla gázórát. Oh, oh, mekkora zsír. <laughs> Na, csapjunk Na, és már csak egy, egy, már csak egy történésem van, Na. nem fogjátok elhinni. Visszakaptam a notebookomat. Jaj, várjál, itt, melyiket? Itt, ami a szervizben volt. Ja, igen, és én már én, ezt... Hallom. Én már nem tudtam követni, hogy ez hol jár, mi történik vele, és ki mit csinál, hogyan, és ugye készfények elé állítottak, hogy most ki kéne fizetnem 140 ezer forintot hirtelen, mert a szerviz megcsinálta, és elfelejtettek ajánlatot adni, csak úgy megcsinálták. És itt hagytuk abba a beszélgetést a múltkor Sárli És na nagyon erősen gondolkodtam azon, amit mondtál, hogy akkor most azt mondom nekik, hogy jó, akkor köszönöm, nem kérem, csinálják vissza. És, de aztán, aztán elegem, lett, elegem lett az egészből, inkább kifizettem, és, és legyen itt. Kicserélték a felső panelt, ugye, de, már, de már nem lehetett tényleg követni, hogy mi van, mert beszéltem a Céggel, ami nem a biztosító, hanem igazából csak egy, egy, egy ilyen mediátor a biztosító, meg az ügyfelek között. És én ott már mindent hallottam, hogy milyen jó, mert akkor várjuk meg, amíg adnak egy ajánlatot, mert hogy a, a régi szoros munkakapcsolatuk miatt ők kedvezőbb bár ajánlatot fognak kapni, mint az én 160 ezeres ajánlatom. És hát végül is kedvezőbb lett, mert 140 ezer lett a végén, de hogy, de hogy már, már mindenféle sztori volt, a végén már volt egy olyan verzió, amikor azért kaptam kedvező ajánlatot, mert megvan a régi munkakapcsolat közöttük. Aztán, amikor elkezdtem hápogni, hogy ez mégis milyen rendszer, hogy hogy nem adnak ajánlatot, és mi, mi, mi lenne, ha a szerviz mondjuk azt mondaná, hogy kompenzálandó, hogy lassan másfél hónapja nálukon a notebookom, és elfelejtettek ajánlatot adni, még valami kedvezményt hozzá tudna vágni, akkor rávágta a cég ügyintézője, hogy hát. Hát igazából a szerviz nem fog több kedvezményt adni, mert azért lett ilyen alacsony, mert ők is szörnyen erős telik, hogy másfél hónapja náluk a gép, meg hogy, hogy nem adtak ajánlatot. Mondom, akkor elnézést, tessék már eldönteni, hogy, hogy most akkor miért kedvezőbb. Ezért vagy azért. Aztán, amikor kihozták, akkor már egy harmadik szorít hallottam, hogy nem is ebbe a szervizbe volt, hanem egy másik szervizbe volt, és azért lett kedvezőbb, mert ők jobb árat adtak, mert ők megállapították, hogy nem víz az a folyadék aminek nem értem, hogy miköze az árhoz. Egyébként valószínűleg, még ez is hozzátartozik, hogy valószínűleg beszívta a töménytelen mennyiségű végét, és a végé rakódott le benne, mert hogy azt is mondták, hogy valami aromás, olajos cucmok volt. Úgyhogy teljesen bizarr, nem kívánom senkinek, hogy átmenjen ezen a tortúrán, amin én átmentem ezzel a szerencsétlen notebookkal, de most itt van itt ketyeg, és már ezen rögzül az új, az új adás. Hihetetlen. És Hihetetlen. akkor így most már kicserélték a, a Butterfly mechanikás billentyűzeted is? Nem, el, hogy Butterfly-os kaptam. Már úgy, igen, csak hogy újat. Tehát kaptál ja, egy igen, új... az, az jár a felső panelre. Újat, és nem magyart. Hát. És nem magyar. Ez volt az első, amit megnéztem. E... Oké, okay. ott az Y, a T után, óva az űr is nem teremtette. E figyelj már, én most azon gondolkoztam, hogy, hogy mi lenne, hogyha a de az nem jó, mert az újabb gépedben már nem ez a mechanikás billentyűzet van elvileg. Hogy mondom, mi lenne, ha kicserélnéd az angolt a magyarra, vagy kicseréltetnéd? Jó, no, nem, mert, mert melyiket a melyikbe. Mert az újban van magyar billentyűzet, de a jó mechanikás, de az ugye más, a, más az ember. Hm. Meg, meg ilyenek. Én ezt, nem, hey. én ezt nem hiszem el egyébként, hogy senkit nem zavar, hogy szól a riasztója. Na mindegy, csapjunk a levesbe. Csapjunk. csapjunk. És valaki kattint egy nagyon nagyot. A Ott nálatok szól a riasztó egyébként, vagy még van? Valahol itt a környéken, igen. Ami Lehet, hogy nekem látómezőm. őket? <laughs> igen, fényes nap Ami nekem a látómezőmbe került a héten, az. Pont azért, mert a Phil Bussardo és ezt sose tudom kimondani, de most olvasni fogom. De elég annyit mondani, hogy a Dimitris, a Grafiotis, tehát a, a, a Vaping Greek útra keltek, mert ugye ők nem Washingtonban élnek, de fölkerekedtek a nagyvárosba, és mutogatták, hogy hol járnak, mit csinálnak. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy, hogy út közben a repülőgépen azon panaszkodott a, a filbuszárdó, hogy ez a rohat maszk, mert így nem lehet stelt vépelni, hogy folyamatosan az emberen kell, hogy legyen a maszk, és hogy ez milyen rossz, és és, és, és ment ott a csipkelődés. De hogy miért indultak el, ugye már régebb óta pörög a köztudatban ez a Vivép, Vivót nevezetű kampányuk, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, ez a, ez a hashtagjük. és szeptember 5-én összegyűltek Washington DC-ben, hogy megmutassák azért magukat a döntéshozóknak, és azt követelték Trumptól, hogy sürgesse meg a az élelmiszer és gyógyszerügyi hatóságot, hogy reformálja meg a, a piacra kerülő dohánytermékek alkalmazásának, illetve ö, forgalomba hozatalának a folyamatát, vagy hosszabbítsa meg azt a határidőt, amit most szeptember 9-ére tűztek ki. És ugye kicsivel nagyobb az, a, az az ország, mint a miénk, és körülbelül egy ilyen. Laza 14 000 kis a 14 ezer kisvállalkozásnak a napi ö, betevőjét veszélyezteti. Ö, ez a, az új törvény, és ö, egyik napról a másikra lehetetlen ülnének el, és ö, ugye az FDA továbbra is ö, üti a vasat, szeptember 9-9, szeptember és, ö, és ö, akkor ö, lép életbe az új törvény ami számomra ö, paralel volt kicsit a, a miénkkel, hogyha, hogyha ezt a kis rántott hús alakú országot ö, felnagyítjuk, és gondolkozunk, hogy milyen demonstrációk voltak nálunk az Egyesület szervezésében mondjuk, egy Emmi, egy kosútér, egy akármi, ha ezt a számot meghízlaljuk, akkor tulajdonképp mi sokkal jobbak voltunk egyébként, de maradjunk náluk, nem volt az a mindent elsöprő tömeg, szerintem több százan voltak egyébként, tehát félreértés ne essék, szabad szemmel is jól látható volt a tömeg, de, de már megint azt érzem, illetve azt érzem, hogy, hogy ott is ez van, hogy vannak emberek, akik valahogy megoldják, vannak emberek, akik próbálnak tenni érte, és vannak emberek, ebből a második csoportból, akik még el is mennek valahova, és hallatják a hangjukat. És az nagyon kicsi. Ez szerintem kevés volt ez a szám, és természetesen olyan nevekkel lehetett találkozni, ugye, mint a Dimitri, a, a Phil Bussardo, a, a, a Green Green, de azokkal a azokkal az emberekkel, akiket egyébként uh, látsz a videóban és uh, és az arcodba tolják az iszonyat uh, fancy um, hatalmas nagy pamacsokat, mént például az, aki abba hagyta, majd rájött, hogy mégse hagyom abba. Uh, hogy, <laughs> hogy, hogy hívták? Pont, pont akartam kérdezni. Hogy hívták? A trip 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 rip, tripper, igen, tehát őt például sehol nem láttam a képeken, ez nem uh, zárja ki, hogy ott lett volna, de nem de nem volt ö, a... Azt hiszem, hogy ö, a videócsatornáján volt valami, tehát mintha belebotlottam volna. Aha. Szóval azt mondják, ugye ez a United Vapers Alliance ö, szervezte ezt a találkozót, hogy ö, most megmutatják ö, a döntéshozóknak, és az országnak, és egyébként mindenkinek, akit érdekel, hogy ez a V-Vape, v, mozgalom, ez egy olyan mozgalom, ami befolyásolhatja a közelgő választások kimenetelét azzal, hogy rajtuk keresztül több millió potenciális szavazat, illetve szavazó érhető el. És a szónoklatot végzők, hát szónoklatot nem végeznek. Azok, akik szónokoltak, azok továbbra is azt mondták, hogy minden formát, fórumot meg fognak ragadni, és az általuk adott lehetőségekhez mérten arra fogják bíztatni az embereket, hogy azt, ami most a jelenlegi szabályozás szerint nem jó, és mindent lehet egy emberhez vezetni, tehát akkor nyilvánítsa ki ezt a véleményüket majd a közeljövőben megrendezésre kerülő amerikai elnök kapcsán. Ez nem fenyegetés, ez csak véleménynyilvánítás. nyilvánítás. Mert egyébként Trumpnak lenne rá jogköre, hogy az FDA-t megakadályozza abban, hogy, hogy ezt a szabályozást életbe léptesse és számosítva ez körülbelül 160 ezer amerikai munkanélküli lenne. Így pont a, a Covid járvány közepén. Tehát az annyira, én nem gondolom, hogy fan ki lenne. Körülbelül ennyi. Hát, ez sajnos eddig sem érdekelte őket. A következmények azok eddig sem érdekelték a, sem érdekelték a, a szabályozókat. Én annak a, körülök, örülök, hogy, a... hogy, hogy belátható közelségben van már az elnök választás, és ez, ez, érdekessé teszi ezt az egészet. Tehát, hogyha ez mit tudom is én, az elnök választás után lett volna egy évvel, akkor, akkor ez a feledés homályába merült volna. De most, ha ezt szeptember hanyadika van? Kilenc? Nyolc. Ha ez holnap életbe lép, akkor, akkor azért azok az emberek, akik ellehetetlenülnek, nekik még nagyon friss lesz az idézőjelben az élmény, amikor a szavazó úrnákhoz fognak látogatni. És ez is benne lesz vastagon, hogy, hogy akkor ennek fényében kevesebben is csúszhat már el egyébként választás. Az igazán fenszi az lenne, hogyha meglépnétem, és aztán jól nem választanák meg. Én, én, azt érzem évek óta, hogy, hogy egyik oldalon is, meg a másik oldalon is nincsen igazán, igazán alternatíva. Hogy ki az, aki Trump helyett indítanának? Nem indítanak senkit, mert nem tudnak. Na mindegy. Nem tudom, ilyen szinten nem Trumpra gondolok mindig a Nik Nikolas filmnek a címe eszembe a Veszett a világ. Nekem a Trumpra gondolok mindig a Reszkessetek betörök, három jut az eszembe. Mert okay. ugye abban szerepelt. Hát, <laughs> hát szerepelt, szerepelt benne, a ne marad, Igen. Persze. Már hát akkor a... is narancsárga volt. Hát akkor még annyira nem, meg több haja is volt, meg slankabb volt, de hogy uh, akkor, várj, nem is, nem biztos, hogy a három volt, lehet, hogy a kettő volt, de amikor New Yorkban uh, tengleng a gyerek, és beszalad a, az egyik szállodába, és neki megy a nagy kabátos férfinak, aki megfordul, és Trump az. Úgyhogy ő, valóban szerepelt benne. Micsoda kámeó. Igen, igen. Na, hogy azért egy kicsit így helyező kontextusba ezt az egész amerikai sztorit, aki nem követte. Ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy az, FD, az FDA-hoz be kell adni ezt a, a kérelmet, vagy nem tudom én, elbírálásra, ízenként, nikotinerősségenként, ha jól tudom, és csillió dollár per darab. Tehát az, az amerikai kisvállalkozások, és ugye nem kevés kisvállalkozásról beszélünk, azok gyakorlatilag ezt a terhet semmilyen, módon nem fogják tudni uh, kifizetni. Tehát uh, itt ilyen, ilyen nincs, hogy, uh, hogy ezt uh, kifizessék. Nyilván a, a multinacionális cégek uh, még ezt uh, el tudják viselni, bár szerintem nekik is fáj uh, kitenni a zsebbel ezt a ezt a pénzt, és ugye minél több ízed, minél több nikotinerősséged van, annál több ez a. Ez, ez a tehát épésszel föl, föl nem fogható. Tehát mi erre a magyar 475 ezer forintra is azt mondtuk, hogy azt a kurva, de hát ami kint van, az az azt a kurva, azt a kurva, azt a kurva. Tehát valami brutális mennyiségű pénzről beszélünk per darab és ugye itt 11 ezer családi tulajdonban lévő vállalkozást érint ez a dolog. Tehát azért, azért, gondoljunk bele, hogy mekkora szám. És, és, ez, és ez rengeteg embernek fogja elvenni a, a, munkáját, a munkahelyét, a megélhetését, ahelyett, hogy, hogy a csinálták volna azt, amit egyébként az Unió is csinált, hogy Baszki laborvizsgálat, összetevők pontos uh, megnevezése, számolása, leadása, és akkor majd vizsgálódik a, az FDA, ahogy akar, és mit tudom én, legyen egy minimális fenntartási díj azért, hogy az FDA ne azért dolgozzon, hogy elfáradjon, de ez a pénz, amit uh, uh, kérnek, ez gyakorlatilag. Uh, uh, betiltja konkrétan az elektromos cigarettát az amerikai piacon. A, a utolsó passzusban, ahol a United Vapors alliance ö, írnak, ott ugye kicsit szofisztikálják, mert ugye nem az van, hogy 11 ezer embert, családot érint, hanem 11 ezer családi tulajdonban levő vape-shop zár be. És az jóval több, mint 11 ezer ember. Tehát hát tiz, ezt mondta, 11 ezer webshop, hogy... plusz az alkalmazottak, plusz a ugye, aki vitte a helyet, és és hogy ez körül ez körülbelül 2020. szeptember 9-e után a, az ottani piacnak a 99%-a megszűnik. Azért az úgy erős. És megint erősödik bennem, hogy nem vagyunk mi -e olyan szar helyen. Pedig de. de. Tehát, uh, itt azt írják, hogy ha ember számra bontják le, akkor ez olyan 160 ezer uh, munkanélkülit Igen. fog generálni. Igen. Ez brutális. Mondjuk azt nem tudom, hogy 160 ezer uh, munkanélkülit hova raknak el tényleg a járvány, Közepén. közepén. Hmm, mit tudom is én, ápolónak, vagy, vagy betegszállítónak, vagy hullamosónak, mert tényleg. Közmunkásnak Ó, oh, Tényleg, hát a, ezért is ásni kell, meg takarítani az árkokat. Baszki. Valóban. New deal. New deal. Az, szerintem a következő te a délután az hamarosan elkövetkezik, vagy bekövetkezik. Na, de hogy kicsit vidámabb vizekre evezzünk, itt vannak nekünk a nagyon kedves támogatóink, a Patreonok, most is hallgatnak. Az utóbbi egy hétben csak a szerverrel foglalkoztunk és helyre kalapáltuk. Tökéletesen teszi a dolgát, most is figyelnek bennünket, nyolcan vagyunk és hallgatjuk. Nekik nagyon szépen köszönjük, hiszen nélkülük nem jöhetne létre sem ez, sem az adás. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a sónóct, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És tőlük kértük ki a véleményüket, illetve a jóváhagyásukat, mert hát ők ugye ezt fixen mindig a felvétel pillanatában hallgatják, élvezik, vagy nem, hát mindegy, szóval hallgatják, és hogy mi lenne, hogyha ennyire pandémiás helyzetben nem erőltetnénk most azt, hogy menjünk valahova, megyünk majd valahova, valamikor, valami lesz. Nem? De. Ugye? Na. De. De Na, hogy... hogy igazam van. Igen. Itt, hogy beszélsz, meg hallgatsz, végig igazad volt. Szóval, hogy mi lenne, hogyha közben a három százat az publikussá tennénk, és mindegyik kölyük megerősített abban, hogy, hogy jó ötletnek tartják, és hozzájárulnak úgy, hogy a következő héten ugyanitt a Discordon, csak a beszélgetés nevezetű csatornán publikusan elérhető lesz ugyanígy az adásnak a felvétele, mint most, képpel, hanggal, videóval, mindennel, és bárki ide tud jönni, meg tudják nézni, milyen az a Patreon életérzés, amit ők hétről hétre megtapasztalhatnak. Mindenkit várunk szeretettel, a linket be fogjuk rakni a csoportba is, meg a weboldalra is, meg a leírásba is, a show -ba. Úgyhogy a 300-ról ennyit szerettem volna, virtuálisan fogjuk megtartani, és mindenki gőzölhet otthon, úgyhogy nem kell attól félni, hogy ránk hívják a rendőrséget. Ez az én ötletem, mit szóltok hozzá? Abszolút támogatom. Szerintem remek ötlet. Még ha belefér, lehet, hogy még egy kis beszélgetést is beledobhatunk a végén. Mindenféleképpen úgy gondolnám, hogy hogy az elején egy ilyen kis retrospektív, és akkor ö, utána meg behajítjuk a gyeplőt, lehet, hogy kicsit hosszabb is lesz, mint a, a szabványadások lehet, hogy máshogy fog kezdődni, még majd megnézzük, hogy, hogy éppen, hogy dolgozunk, vagy nem dolgozunk akkor, de, de ezt az eseményt mindenki tárolja el, jövő héten publikus felvétel lesz, úgyhogy mindenkit várunk sok-sok szeretettel, szűnni nem akaró szeretettel, hogy így fogalmazzak. Na, mi legyen a következő? Itt Mujónál látok egy témát, ami nekem nagyon nagyon jó pofának tűnik. Igen, kérlek szépen, mert leszokás, támogatás. Egy egészen korszakalkotó új módszerrel kísérleteztek leszokás, támogatás címén, ami valószínűleg szokás szerint kiütné a biztosítékot az illetékeseknél, mint hogy ez nem hagyományos, bevált, támogatott, leszokás, támogató módszer. Nem fogjátok elhinni, hogy mivel kombinálják a viselkedés terápiát varázsgombával. Megismétlem. Varázsgombával. <laughs> Ez egy kis, kis létszámú kutatás volt, ami kifejezetten arra, arra ment rá, hogy a, a, a viselkedés terápiás, mindfulness tréninges, ilyen irányított képek vetítésével összekombinált leszokás támogatás, hogyha megküldik, de hogy ez honnan jött valakiben ez az ötlet, hogy jó, mivel tudnánk ezt földobni? Gombával! Úgyhogy egyik oldalról egy viszonylag standardnak mondható leszokás támogatási programról van szó. Annyi a, a komoly különbség, hogy a, ez egy 15 hetes program volt, és az ötödik héten egy közepes adag pszilocidin hatóanyagot e, kaptak, 20 mg per 70 kg os e, adag, ez a közepes adag, és, és, két héttel később pedig kaptak egy más ekkora adagot, és igény szerint részt venni egy harmadik, a 13. héten egy nagy dózisú varázsgombás extra sessionre, és hogy itt mit csináltak ezzel, vagy hogyan, azt nem tudom, de hogy rettentő jó hatékonysággal működött az a történet, 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 egy kis létszámú kutatásról van szó, 15 fő volt, volt egy 12 hónapos follow-up felmérés, meg egy több mint 16 hónapos follow-up felmérés, és az egyéves felmérésnél a 15-ből 10 résztvevő 67% még továbbra is dohányzásmentes volt, és 16, a 16. hónapnál 9, tehát a 60%-uk volt abstinens, ami ismerve ugye tudjuk, hogy 3% környékén van a, a, hosszú távú hatékonysága, az egy túli hatékonysága a hagyományos haszoktatás támogató módszereknek. Ez egy elképesztően magas szám. És 13 résztvevő a 15-ből azt mondta, hogy a varázsgomba élményük az életük öt legfontosabb, spirituálisan a legjelentősebb tapasztalata volt a, a, az életüknek. Elképzelésebb is, hogy ez, ez, ez milyen lehetett. Mit szóltok? És szerintetek mikor vezetik ezt be? Nem tudom, én azért azért örülök neki, hogy ilyeneket nálunk nem vezetnek be, amikor nálunk van bika, meg meg mit tudom is én, még milyen ö, pszichoaktív ö, szerek. Nem. nem vagyok én ezzel. Nem tudom, engem se ö, kapott el a, a parti... get érzés. <laughs> Igen, lelkesedésért, tehát, hogy hogy nikotin után még a varázsgombát ö, kezdjék el szipákolni, vagy bejuttatni a szervezetembe. Szerintem egyébként lehet, hogy ha ugyanezt a kezelést és egy cigarettát csináltak volna, hasonlóan magas arányt tudtak volna elérni. Azért ez így rendesen belepiszkál a, az embereknek a pszichéjébe, gondolom én. Nem, nem, nem tartozik a gyengébb drogok közé. Ilyen érdekes az utolsó mondata a konklúziónak. Azt írják, hogy, mint általában ilyenkor mindig azt mondják, hogy további kutatásokra van szükség, de további kutatásokra van szükség a pszilocibin által befolyásolt. Eh, hogy is mondják ezt? Eh, mi a Substance? Segítsetek. Öztetek. Substance Use Disorder. Segítsetek, nem, nem ezt tudom, ezt én ezt nem, ezt nem vágom annyira. Várjál meg közben, meg nekem itt elment a képem. A, a mondani való lényege, hogy maga a pszilocibén és a varázsgumba a substance, tehát fight fire with fire teljesen, tehát a különféle, nem jut eszembe a szó a fenébe. Amikor visszaérsz mindenféle hatóanyagokkal, van ennek valami szép magyar szava, de nem, nem jut eszembe. Na minden esetre, ez ilyen érdekes, hogy további szükség, vizsgálatok szükségesek. E, a Nem, ez nem fog menni srácok. Ha nem segítetek, el fog menni. <hállal> <hállal> Fél. Tehát, én, én egyébként ebben az egész kutatási anyagban két problémát látok. Az egyik az, hogy, hogy aránylag kicsiny a résztvevők száma. Nem tudjuk, hogy mennyire határozottan szerettek volna leszokni. Az is lehet, hogy tapasztal is elérték volna a 60%-ot és a kiegészítő kezeléssel. Tehát én nem, nem, nem látok benne akkora potenciált, mint, mint a kutatás vezetői. Tehát nekem ez egy picit ilyen megerőszakolt sztori, jó valószínűleg nem tudom én, Ludio is, mondtam most egy ilyen nyugtatót, is ugyanezt a hatást el lehetett volna érni. Nyilván ez a varázsgombától lesz ilyen kicsit clickbait beütésű ez a, ez a cikk, úgyhogy én még továbbra is maradok a, az elektromos cigarettánál, a varázsgomba állam nem, nem nyert nem tudom, azért rettentő befolyásolható állapotba kerülhet az ember egy ilyen és ugye, mivel ez ilyen viselkedés terápiás történet, hogy, hogy lehet, hogy ez a kombináció ez így jól megy, hogy egy ilyen rettentő érzékenyé teszik az embert, és aztán jól beszugerálják, nem tudom nekem, csak az jutott eszembe, hogy így, mivel szoktál el cigiről? Mexikói gombával. És hát aztán lett egy mexikói gomba problémám, de aztán arról is leszoktam, és mivel szoktál jól? Heroinnal. És, és akkor így tovább, így tovább, így tovább. Tudod, ez a, ez a gyógyszermelék hatás, és még megy a hasa. Megy, de kit érdekel? <laughs> Hol vagyunk a Csári közben? Itt vagyok. Jaj, mert ilyen kis négyzetek, kék négyzetek vándorolnak a képernyőben. Mm. Fura, mert nekem itt látszik. Nincsen kamerád. Na, guríjunk tovább. Ó, és azt is én raktam be, ezt még a múltóri adásban akartam említeni, mert hogy volt szó a COPD-ről, és még a nyáron volt ez a hír Kanadából, és nem sikerült kiderítenem azóta, hogy mi lett a folyamánya. De eh, rápillantok a számokra, hogy oh, meglett a tízezer dollár, jól van, meglett a tízezer dollár. Eh, Ray Yeats, hogyha jól ejtem a nevét, ő ugye egy idősebb kanadai úr, aki a, a kanadai fifika gyakorlatilag, abban a tekintetben, hogy ő alapította meg a, a THRA-t, a, a Kanadai Ártalomcsökkentő e, Egyesületet, és e, ő egy idősebb úr, akit 2013-ban tüdőgyulladással e, vittek kórházba, és e, ma, majdnem belehalt, És szeretett volna leszokni a dohányzáson, mert már nagyon nem volt jól, de nem mennek és semmivel. Természetesen elektromos cigarettával sikerült neki, annál is inkább, hogy kisfártat a később időrákkal diagnosztizálták őt, úgyhogy nagyon fontos volt neki akkor már, hogy ne dohányozzon, az ercigivel végül sikerült letennie a a, a bűzódat, de nem is az a sztori lényeges, csak a kis háttérinformáció, és utána annyira beleállt az ercigibe, hogy elkezdte nyomni ő is, mint Annyian annak idején aktivistáskodott, vitte, járt mindenféle kormányzati helyekre, vitte a tanulmányokat, stb. stb. Igen ám, de a különféle már megszerzett bajai, illetve a tüdőrákja miatt állandó oxigénellátásra szorul. És ezt az állapotot ugye az ottani TB támogatja, úgyhogy jár neki TB támogatással a kis gurulós oxigénpalack, amiket a filmekben lehet látni. Járt egészen mostanáig, a nyár elejéig, amikor is azt mondták a kinti kanadai bürokraták, hogy mivel ő elektromos cigarettázik, ami tűzveszélyes, ezért megszegi a feltételeit annak, hogy neki járjon alanyi jogon az oxigénpalasz, úgyhogy megvonják tőle az oxigénpalasz támogatást, tehát gyakorlatilag aláírják a halálos ítéletét. És, és aztán e körül ment a húzavona, próbáltak dűlőre jutni, de nem annyira sikerült, és végül a gofundme csináltak egy ilyen támogatói kampányt ray ahol 10.000 dollár gyűjtöttek neki, és össze is jött neki végül a 10.000 dollár. És, és ennyi igazából a, a sztorinak a lényege, hogy micsoda, micsoda egészen elképesztő. Tehát elképesztő ezt, ezt, ott ezt az állítást, ezt egy, egy e, irodában dolgozó faszkalap fogalmazta meg, hogy az elektromos cigaretta tűzveszélyes? Igen. Hát ez hihetetlen, gyerekek, de tényleg. Tehát nem tűzveszélyesebb, mint egy Nokia telefon, vagy nem tudom, bármi más. Nem, hát az van, hogy, hogy nem, 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 biztos, hogy a tűzveszélyessége, ezt nem tudom pontosan, mert hogy ugye az van, hogy hogyha dohányzol, akkor nem kapsz oxigénpalackot, nyilván az irgalmatlanul baleset veszélyes egy oxigén palasz mellett, vagy egy dúsított oxigén belélegezve még dohányozni is mellett, az irgalmatlanul veszélyes üzem és most így hirtelen elbizonytalanítottál, hogy hogy a, a e-cigaretta mint tűzveszélyes történet, vagy mint az e-cigaretta ugyanaz, mint a dohányzás alapon, Aha. de e, erre lukatta ki, hogy nem jár kizáró körülmény. Kizáró Mindenesetre keverték a szezont a fazonnal. Tehát ez tényleg elképesztő, tehát amikor egy bürokrata, egy tolvonással halára ítél valakit. Tehát, hogy ez ilyenkor nem, nem, gondolom, hogy nem. Nem jut el a. nem emeli meg a púzusát, Charlie. Nekem sem nagyon emelte meg egyébként ez a téma a púzusomat igazság szerint, mert ha kell az oxigén, akkor, és azt mondják, hogy mert elektromos cigarettázol, és ez tűzösés, ha valóban kell az oxigén, akkor leteszem keresek valami, valami mást, mint tudom, én ropizok, vagy rágózok, vagy, vagy az. Na. Mm, én azért... Én nem uh... tudom. Mondjad? Én nem tudom, Charlie, tehát ez, ez, ezen annyiszor végigmentünk már ilyen, ilyen, hasonló dolgokon, amikor egyenlőségjelet tesznek a dohányzás és az egycikarettás közé mindenféle mondva. Semmi nem tennék egyenlőségjelet, de ha hogy mondjam, Hidd el, nem az embert félti, hanem a saját segéd, hogyha képzeld el, hogyha ott maradnál a palack, és valami történik, ne a Isten vépelés közben, mit tudom is, egy rövid zárlatos lesz a tízezerből egy akkumulátor, és valami történik, akkor kit fognak meghurcolni azt, aki jóvá hagyta neki azt, hogy lehessen a vépelés mellett oxigénpalackot használnia, tehát ez ugyanolyan, mint hogy nálunk egyik orvos sem szereti igazán kimondani, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha vépelne a cigarettázás helyett. Egyszerűbb azt mondani, hogy nem tudunk róla eleget. Meg, hogy a glicerin végbélbe való például. Hova más, hova? Úgyhogy ezért. Hát, nyilván, oda is mondjuk, de még egy csomó más felhasználási területe van. Na de mi a három, mi a három, mi a helyzet a TPD hárommal? Hát a TPD hárommal az a helyzet gyerekek, hogy ugye két, két borzasztó uh, hírem van. Semmit nem tudunk a készülő TPD háromról. Nem tudunk. Tehát, eleget a TPD háromról. Ez, nem tudunk eleget, Igen, igen. Így is mondhatnám nem tudunk eleget, és uh, a, az ETRA, amelyik a European Tobacco Harm Reduction, ha jól mondom, de biztos, hogy nem. Uh, tehát az, most Mi? Jó mondom, de biztos nem. Igen, ez. ez. Oké. Okay. Reduction. Ó, így találod. Oké. Vagy mondjuk úgy, amit nem szeret. Yep. Yeah. Jep, <laughs> igen, tehát ez az, az európai uh, dohányzás, mit tudom én, kárcsökkentő, ah, kárcsökkentő uh, egy, egyesület vagy szervezet uh, uh, csinált egy, uh, egy írományt, hogy uh, vajon mit tudunk a TPD3-ról. És uh, gyakorlatilag, uh, és ugye itt azért. Nem, nem szarral gurítottak, tehát a Clive Bates-től kezdve mindenki megpróbálta összerakni, hogy vajon milyen tudásunk van a készülő TPD-3-ról, és igazán kiderült, hogy semmilyen. Úgyhogy ők nem szégyelték magukat, összeszedték azokat a, a dolgokat, amiket szeretnének viszont látni a a TPD 3-ban nyilvánvalóan nem ez lesz, ezt csak így mondom. Kiindulva az európai bürokraták egyébként, hogy is szokták, széleskörű konzultációs igényéből, tehát tudod, ez a megadóztassuk-e az új típusú dohánytermékeket, bejött nem tudom én, 10 millió válasz, hogy ne, akkor jó, akkor megadóztatjuk, oké. Okay. Tehát nagyjából ez a, ez a, a lényege, és ráadásul iszonyú bajós jeleket lehet felfedezni abban a minimális kommunikációban, amit ők amúgy kifelé a, a fogyasztók irányába eddig, vagy nem is a fogyasztók, tehát hogy így egyáltalán ilyen elszólás értékkel uh, valahol uh, elmondtak. És uh, baromira nem világos az, hogy most akkor uh, uh, figyelembe veszik-e a tanulmányokat, uh, levonják-e ezekből a, a tanulságot, uh, uh, lazítani fogják-e a TPD keretszabályozást, uh, és uh, mondjuk uh, Más adóbesorolás alá teszik a, a, az elektromos cigarettát, mint az egyéb dohánytermékeket. Tehát semmit, és ezekből semmit, és ö, még csak nem is ö, hajlandóak arra, hogy ö, konzultáljanak. Úgyhogy az ETRA így ö, megpróbál egy picit ö, elé menni ennek a, a folyamatnak, hogy ö, hát ha ö, lesz valami befolyásunk vagy be, befolyása az, az etrának erre a, a, folyamatra, és ezt ugye tudni kell, hogy a, a nagy multinacionális cégekkel szemben igazán nincs európai lobbistája a, a vépereknek, ami egyébként szerintem már most ennyi év után bűn, de hát nem tudom mit kezdeni ezzel a, a szituációval. Nem tudom, Krisztián, te azért jobban beleláttál ezekbe a dolgokba, neked mi a véleményed, meg Csárlinak is természetesen. Hát én le vagyok még a TPD 3 körüli fejleményekről szinte teljes egészében, de a TPD 2-re visszaemlékezve azért ilyen nagyon vad írzárlat nem volt, tehát ott azért nagy vonalakban lehetett látni, hogy, hogy milyen vonalak mentén gondolkoznak ha visszagondolsz, amikor lehetett tudni, hogy gyógyszerként akarják szabályozni első megközelítésben, és arra volt az a hatalmas pus az Egyesült Királyságból, amikor írogattak a, a mindenféle Európa parlamenti képviselőiknek, hogy ezt azért még se, és aztán visszakoztak is, és akkor ugye így lett a dohánydirektívának a része az elcigaretta, hogy ez furi, hogy ennyire nagy a, nagy a csend körülete. Igen, szóval ez aggasztó tendencia mindenféleképpen. Annál is inkább, hogy mennyire büszke az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság a transzparenciájukra és ilyesmikre, úgyhogy ez így fura, fura, fura. Spájzoljunk! Tudod, mi a fura még, hogyha egy ilyen plastikus ugrással élhetek a notes-ban, amit beraktál, mert uh, már sokszor uh, föltettük a kérdést uh, Iron hívhatjuk Éronnak, vagy Eronnak, vagy ahogy szeretnénk, hogy mi lesz a premierrel és ugye hát nekünk már elvileg májusban lezajlott a premier, mint tudod te is, ö, viszonylag kényelmes volt, mert nem kellett fölvenned sem a csokornyakendőt, sem a fényes. Nem tudom, hol a csokornyakendőn. Én tudom, ott van az gatyák mög, az enyém, az alsógatyák <laughs> mög. <laughs> szóval, hogy most jött ki a, a legújabb hír, de te írtad be úgy, hogy vezest föl nyugodtan, Krisztián. Átvetted a szót teljesen simán, de hogy most jött tényleg tegnap vagy ma a, a hír, hogy a világpremiára az ugye Milwaukee-ban lesz. Szeptember 25-én vagy 26-án, ha jól emlékszem, egy nyitott vetítés lesz, ahol a COVID-konform körülmények között megfelelő távolságtartással mindenki megtekintheti, de azért nem egyedül az otthon a magányában hát, a, 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 filmet, és hát ennyit tudok momentán. A, nekem földobta a, 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 Facebook, mert hogy ugye sok közös ismerősünk van, ott vannak éronék is, és földobta, hogy nézd meg ismerőseiddel együtt. Remek, jó. Azon... Jó rendben de hogy én social engineering keretében megvizsgáltam a helyszínt, hogy mégis mennyire nagyszabású, azt gondoltam, hogy, hogy ez egy kiülős, tudod, egymástól két méter távolságra székek, de nem, én úgy gondolom, hogy ez ilyen, ilyen autós mozi feeling vetítés lesz, mert a helyszín az... Kicsit nekem a Dunapláza hátsó parkolójához hasonlít egyébként kinézetre is, tehát ilyen nagyon industriális a környék, értsd gyártelep, és és ott egy nagy parkoló, ami meg lett adva a vetítés helyszínének, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az autóból filmnézés lesz, ami hát kisebbik rossz, tehát tényleg melyik ujjába harapjon az ember, ha ezt nem csinálják meg, akkor, akkor semmi nem lett volna, és épp ma hallgattam, egy viszonylag off-topic beszélgetés volt, de reggel jöttem hazafelé, és a Balázsékat hallgattam, és a, van egy magyar pilóta, aki rendszeresen szokott nekik velük beszélgetni, interjúzgatnak, és, és mondták, hogy, vagy ő mondta, hogy Magyarországon is meg Európa számos országában a, a Lufthansa parkoltatja a gépeit, és hogy e, ilyen embertelen szám, tehát hogy Ferihegyen, vagy Liszt-Ferenc, tök mindegy, hogy hívjuk, körülbelül 70 darab Lufthansa gép pihen most, és úgy, hogy 2021-re is ki van fizetve a parkolásuk. Tehát akkor így, így előre lehet vetíteni, hogy mikor fog ez újra visszatérni a normális kerékvágásba, úgy az utazás, meg minden, úgyhogy szerintem reménytelen lett volna arra várni, hogy hogy mindenhol megtartják a, a, a fényes lépős, csokornyakkendős, kiöltözős bulikat. Hát ez lesz. Meg hát ami ugye volt a, a, a szokásos platformjaikon, tehát azt a Kodin, a, a a, az iTunes-on, meg nem is tudom mi ez a másik, fizetős, a Vimeónak a fizetős streaming szolgáltatása, tehát ott is, csak ugye ott a felirat valamiért a, a tévés appban nem működik, csak, csak, kliensben, úgyhogy ez a szegény ember premiere, vagy hogy mondjam, nem, nem tudnak most más csinálni, nem tudom, mi lett volna a jó szerintetek. Nem tudom. Egyetlen öröm az ürömben, hogy ez azt jelenti tipre, hogy akkor a támogatók is hamarosan megkapják a digitális verziókat. Legalább megnézhetjük. Úgy csináljunk akkor egy ilyen COVID-konform vetítést nálad, mondjuk. Vagy csináljunk belőle ilyen livestreamet, és akkor tudod, ilyen hangalámondásos, mint régen a... Ú, atya úristen, valami József volt. Tudom. A De volt, az a, volt a nő is. Volt a nő is. Nő is volt? Nekem így a ízé van, meg a mm, Terminátor, az megvan, meg melyik <laughs> Predátor. A Predátor. Rambók. Hú, egy az egybe. József. Szalai József? vagy Nem tudom. Szinkron tolmács, mindegy. Szóval Ja, De mielőtt hát nagyon, nagyon meglódul a fantáziánk, azért a szerzői jogait ne sértsük véletlenül Erronnak azzal, hogy itt nekiállunk livestreamel. <laughs> 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 Képzeld, Éron, olyan jó sikerült a livestream, nézték 678-an. Oh! Hát ne adta magyar tév! <laughs> Krisztián, ennyire jó volt a sör? Mi? Mire gondolsz? Hát, hogy így, így, lassan már, mint egy laukon csoport, így, így elfekszel az ágyban, olyan kis kényelmesen podcastelgetsz. <laughs> megy, megy le a nap, sötétedik, mindjárt alszom. Igen, hosszú, hosszú nap volt, és egyébként meg zíró százalék. Hippá! Figyelj már, hogyha megy le a nap, akkor arról egy dolog jut eszembe, az, hogy filmezni kell. Mit szóltok ti ahhoz? Nekem meg. van. Nekem is van. Nekem is van. Ki, ki kezdi? Fifika. Kezdem én, mert ö, ö, beszéltünk már ezekről a filmekről, csak ö, én nem ö, bontottam ki, vagy nem kezdtem el nézni, van olyan is. Az, az egyik az a, fölkerült most ö, egyszerre három rész, és Krisztián hívta főre annak idején a figyelmemet. Ez a Lovecraft Country című story. Hát nekem kicsit, várjál, próbálok pc lenni, az afroamerikai problémák <síns5> <síns5> kerülnek a... a... a, a tanulsz, tanulsz! <síns5> <síns5> az afroamerikai problémák kerülnek a középpontba, és, és, ehhez társul egyfajta ilyen szörnyes feeling, de amúgy a, a, filmnek a hangulata baromi jó. És ami engem meglepett ott, hogy megnézed az első részt, mit tudom is én, 60 percig gyakorlatilag semmi olyasmi nem történik benne, ami predestinálna téged, talán az első Képkockák ez az álom jelenet, ami predestinálná a filmnek ezt a szörnyes mi volt. Tehát, és egyszer csak így, BAM, elszabadul a érted, <laughs> Nagyon, <gül> nagyon ö, ö, durva. A másik, amit ö, megnéztem, szintén három rész került föl. Ez a farkas gyermekei. Gyerekek, pff, azt mondom, hogy ö, le a kalappal. Tehát ö, baromi. Érdekes lesz, ha ez így marad tovább, és ez az ateista vallásos feszültségeknek a, az ilyen egészen egyedi science fiction környezetbe való helyezése, ez, ez zseniális ötlet volt. Úgyhogy én, én maximálisan ajánlom, illetve még egyszer megnéztem a a, mondjad már, a tenetet. És ö, azt kell, hogy mondjam, hogy hát bakker, ez egy szemfényvesztés. Tehát paramira nincs benne végig gondolva egy csomó dolog. Ö, azt is mondhatnám, hogy alárendelték a logikát a látványnak. Ez egyébként És... az a tenet, amit, tehát az a, az a mozis az újabbik verzió? Igen, igen, igen. Már sokan panaszkodtak a... rá egyébként külföldi fórumokon, hogy a hang az nem volt. Nekem, nekem, nekem nagyon sokan mondták, hogy érthetetlen a számokra a film. Nem. Tehát egy maga az alap, meg, meg ha láttam már időutazós filmet, vagy ilyen, ilyen mit tudom is, én pillangó hatás, mondjuk, mondtam egy ilyen filmet, ami hasonló témákat boncolgat nem abszolút érthető. De amikor neked, tehát arra odafigyel, hogy neked légzőmaszkot kell fölvenned, hogyha te visszafelé haladsz az időben, mert a légzőszerved nem tud fordítva működni. De arra már nem figyel oda, hogy ha visszafelé haladsz az időben, akkor a fény is visszafelé halad az időben, tehát nem a tárgyakat világítják meg, hanem a tárgyak világítanak. Tehát Mondom, én, én így újra nézve és már odafigyelve a részletekre azt mondom, hogy ö, sze szerintem ö, baromira ö, alárendelték az egész ö, sztorit a, a látványnak, és, és ráadásul szer, kurvára meg, meg van dobva egy csomó olyan, olyan féltudományos, meg áltudományos, meg, meg nem tudom én milyen uh, dologgal, ami, től egy csomó ember azt gondolja, hogy ő ehhez a filmhez kevés. Tehát egy, egyfajta ilyen, ilyen uh, ah, meg, hülye vagy te ehhez, és akkor majd én dobálózok itt ilyen szavakkal. Na, szóval nekem, nekem, megmondom őszintén, nem lesz a kedvenc filmem és egyébként, hogyha fölveszed az oxigén palackot, mert tudod, hogy akkor gyakorlatilag az üres oxigén palackot veszed föl? Hát igen, igen, tehát hogy akkor, az visszafelé, tehát itt, 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 lehet tárgyakat és embereket egyszerre, tehát a, a, te oxigén palackod, ha visszafelé mozog az idő, tehát így elkezdesz rajta gondolkozni, hogy most akkor bazd meg, mi van? Tehát, hogy Kurvára nincs át. Átgondol, vagy nem kellett volna belemászni ebbe a, ebbe a, a kifejtésbe, érted? Hát Úgyhogy a amúgy az alapkoncepció éve. szerintem sokkal többet engedett volna kihozni ebből a filmből, hogy a jövőből akarják, de ez is egy hülyeség, tehát hogy a jövőből akarják a múltat megsemmisíteni, hát azt te is tudod, hogyha megsemmisíted a múltad, akkor, akkor nem lesz jövő ez nem biztos, több iskola létezik ebben a kérdésben. <laughs> én csak a The Final Countdown című filmre tudok visszakanyarodni, ott sem tették meg, amit meg kellett volna tenni, úgyhogy ennyi. Ennek részemről egyébként ennyi. Fifik, a földoblak egy sokkal jobb akkor, amit én is ő, múlt héten említettem, Hilary szvenkel, ugye, az övé című űrutazós sorozat, nem tudom, hogy belenéztetek-e vagy sem. Nem, de láttam, betettem a nézendők közé. Ledaráltam. Kérlek szépen, ledaráltam. Vannak ilyen szerethető hiányosságai, fogalmazzunk így. Mm. És jó látni, hogy ugye, hogy olcsóbb legyen a forgatás, minden űrhajóban van olyan mozgó centrifuga, ugye, ami kint forog, hogy megteremtsék neked a, a, gravitációt, kvázi, hogy olcsóbb legyen leforgatni a filmet, és, és azt nem mondom, hogy lehet látni, hogy az embereket hogy húzgálják két madzagon, de, de azt is lehet látni, hogy nem száldosnak fest folyamatosan tárgyak körülöttük, de, amilyen lassúnak ígérkezik a film, mert hogy hát azért nem egy kapkodó idegbeteg az, aki elindul mondjuk a földről a marsra, is, hát ki vannak rendesen bontva benne a cselekmény szálak, de hogy attól függetlenül van benne feszültség, és nem az, a, amitől lever a víz és ideges leszel, hanem az a, ú, vége van, kattints. Az a feszültség. Nekem baromira bejött, azt hiszem tíz rész volt, két vagy három nap alatt ledaráltuk az egészet, és már azt keresgeti az asszony, hogy mikor jön a következő évad, mikor jön a következő évad, úgyhogy bátran ajánlom, nagyon jók a, a, az egyéni cselekmény szálak is, meg, meg úgy a, a, az emberi történetek benne, hogy, hogy nem akarok olyan nagyot spoilerezni, de, de mikor megmondják, hogy ki lesz az, aki elsőként lép a marsra, és hogy az miért úgy van, vagy miért nem úgy történik a végén, és, és ők onnan a távolból azt mondják, hogy gyerekek, az már pedig nem úgy lesz. Érdekes. Én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert nagyon jó a, a cselekmény szerintem benne. Úgyhogy nekem ez lett volna a héten. Nekem egy van, e, második évaddal indult nem régiben ismét a The Boys című sorozat, az nem tudom, megvan-e nektek. Nem, nincs. Nincs. E, nagyon jó pofac egyébként, nagy vonalakban arról szól, hogy a szuperhősök léteznek, sőt, nem csak, hogy léteznek, hanem kb. a legérdekesebb jelenségei a világnak, és hatalmas marketing cégek állnak mögöttük, akik szponzorálják a szuperhős csapatokat, és részt vesznek a rendfenntartásban, és ha jön egy új szuperhős, akkor az mindig hatalmas ovációövezés. Akkor gyakorlatilag erről szól a világ, hogy így, így, így ezek vannak, és az ilyen nagyon távoli, nagyon fényes dolognak tűnik, és akkor bekerül a, a hetek nevezetű a leg, leges, legmenőbb szuperhős csapatba. Bekerül a hetekbe egy új kis jövőhény kislány, és kiderül, hogy hát azért nem kolbászból van a kerítés, és mindenféle ellentmondások, csavarok, zűrzavarok, stb., de hogy egy nagyon jól összerakott kis, kis valami, és ennek indult el most a, a második évadja. Nem akarok spoilerezni, de folytatják, ahol az előző évadot abba hagyták. És próbáljátok ki, szerintem jó pofa, érdemes megnézni. Nekem The közben eszembe jutott, hogy van, van, még egy, amit elkezdtem nézni, és Krisztián azt szintén te harangoztad be, és szerintem te meg is nézted már, az a Picard. Oh, 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 Féltem tőle, azért nem néztem eddig, mert, mert féltem, hogy mit tudom, hát öreg, meg izé, meg hozé, nagyon jó. <laughs> <síns> nagyon jó, tehát nagyon ö, pörgős, akciódus, eddig nagyon tetszik. Redennyi nézzétek oszorítan. bátran. De hát azért nem, nem, nem csinálnának egy szar amely am, am, amikor a beharangozás előzte meg. Hol tartasz benne Fifika, egyébként? Mm, harmadik, negy, negyedik rész talán. Jó, akkor, akkor nem spoilerezek. ne meg, még. De rengeteg olyan <coughs> alkalom van benne, amikor, amikor régi arcok visszajönnek, vagy egy-egy régi gesztus újra előjön, ilyen ikonikus pillanatok, és akkor így, yes, te rég nem láttam. Ja, hát azért az, a Patrick Stewart nem adta volna nevét valami hini-humi húszagrangú videóhoz. Ja. Azt hiszem, hogy negyedik rész, tehát most jön vissza a, a 7-8-ad. Igen, igen. Aki ugye egy, egy, 7, ö, 7 egy másik sorozatnak az ikonikus karakter. Nem egyébként, de igen, igen, vannak ilyen átfedések. Nagyon sok régi színész visszaköszön majd. Na, baromi jó sikerült szerintem. Én végignéztem, és nagyon várom a folytatást. A iszonyat ütős, iszonyat a végére, is. baromi jó csavarok vannak benne. Na, húzzuk be a kert kaput? Hát nem, mert annyira mondtátok ezeket a spoilereket, hogy én is spoiler egyet. A Patreonoknak folytatjuk mindjárt az adást a következő Amával, ami annyira nem Ama, de kifejtünk egy témát, ami röviden csak annyi célt tévesztettünk. Velük folytatjuk mindjárt. A többiektől nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattak bennünket. Jövő héten ne felejtsétek el, hogy publikus adásfelvétel lesz a Discordon, úgyhogy addig regisztráljatok be, ne legyetek olyanok, mint mújó, hogy mindig vendégek kantaljon, aztán nem tud hozzászólni. És jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Gyertek jövő héten, sziasztok!